Az elmúlt hétvégén közel 500-an álltak rajthoz Zeszprémben az 58. nemzetközi Balatonbajnokságon. A mezőnyben ott volt Szikszai Róbert is, aki az utóbbi versenyein biztató formában dobott, de rendre elmaradt az amszterdami Európa-bajnokság 63 méteres kvalifikáció szintjétől. Ezúttal viszont az utolsó sorozatban 63 méter 14 centiméterre repült a diszkosz Kerekes László tanítványának kezéből, aki ezzel a dobással meg is nyerte a versenyt, közel 1 métert verve a második Huszák Jánosra, és közel 2-t a harmadik Kővágó Zoltánra. A junior Európa bajnok a győzelem mellett így annak is örülhetett, hogy a zürichi kontinens viadal után júliusban ismét ott lesz majd a földrész legjobbjait felvonultató mezőnyben. Esti verseny volt, fél 8-kor kezdtünk. Hát az ellenfelek szinte az egész magyar mezőny ott volt, egy ember hiányzott csak. Az olimpiai ezüstöm és Kővágó Zoli is dobott. Jó verseny volt, így meg, hogy sikerült nyerni, így mindenféleképpen egy jó versenynek. Azzal, hogy Szikszai megdobta az ebészintet, Kerekes László edző átalakította az atléta felkészülését. A fő verseny egyelőre az amszterdami kontinens viadal, de most már célkeresztbe került a 65 méteres olimpiai szint is. Ez volt az elsőleges cél, hogy egyik szintet teljesítsük. Most lesz még egy 4 hét az Európa bajnokságig, 2 hétig még egy kemény munkát fogunk végezni, és utána pedig finomítunk a mozgáson. Közben persze versenyzünk, mert ugye be voltak tervezve a versenyek, azokon még részt veszünk, és próbálunk esetleg még egy nagyobbat dobni. Erre az Európa bajnokságig lesz még lehetősége Szikszai Róbertnek a hétvégi Budapest bajnokságon, egy szentesi versenyen és az U23-as országos bajnokságon is.